Tisztelt ház, végigültük a költségvetési vitát, tisztességesen jegyzeteltünk, diskuráltunk egymással a közéleti kérdésekről. Van ugyanakkor egy témakör, amiről nem nagyon hallottunk, ez pedig a panelprogram kérdésköre. Ki kell fejeznünk, hogy mintegy 700 ezer panel lakás van Magyarországon, több mint 1 millió honfitársunk lakik panellakásban, és hát az ezzel kapcsolatos felújítási programok, vagy a valódi rezsicsökkentést jelentő mély szigetelési programok az utóbbi években megkezdődhettek volna, viszont rendre elmaradtak. Azért állítom, hogy megkezdődhettek volna, mert alapvetően azt pártolom, hogy saját forrásból valósítsunk meg hasonló kezdeményezéseket, de itt még közösségi források is rendelkezésre álltak volna. Magyarország kormánya volt az, amely meghozta azt a döntést, hogy csak a közintézmények irányába nyitja ki ezeket a forrásokat, a lakosság tekintetében pedig nem. Éppen ezért azt látjuk, hogy nagyon széles körű mélyfelújítási programokat kellene indítani, itt a szigetelések tekintetében óriási előrelépésre van szükség Magyarországon, és hát azt is látjuk, hogy erre rendelkezésre állna a megfelelő költségvetési forrás, de ehhez Magyarország kormányának el kellene szánnia magát. Alapvetően olyan programban gondolkodunk, ahol a fejlesztések törlesztő részletét a megspórolt energia számlája jelenti, tehát Magyarország költségvetésétől a kormánytól várjuk el azt, hogy a fejlesztések bekerülési összegét beletegye ebbe a rendszerbe. Az már utána vita képes, hogy amikor ebből megspórolt energia keletkezik, itt az idézőjel értendő a keletkezikre, akkor ennek az idézőjeles árát visszaforgassuk-e a rendszerbe, vagy sem, és ebből további fejlesztéseket valósítsunk meg, vagy pedig más úton közelítsünk ehhez a kérdéshez, de az biztos, hogy egy hasonló programot el kellene kezdeni. Az is egyértelmű, hogy bár támogatott különböző fejlesztések adottak az utóbbi években, nem olyan széles kör számára, mint ahogy én azt szerettem volna, de tény, hogy voltak ilyenek, viszont a szakemberhiány és a nyersanyagköltségek elképesztő elszállása miatt egy adott esetben 3 millió forintos támogatás már másfél milliót sem ér egy évvel később. Tehát olyan szintű árobbanásnak lehettünk szemtanúi, amely az utóbbi évtizedekben is példátlan volt. Azt látjuk ugyanakkor, hogy óriási a kitettség a nyersanyagok piacán. Nagyon sokszor a külföldi források akadozása, ugye részben a Covid okozta ellátási lánc problémák okán, egész egyszerűen volt, hogy befulladt. Csatornák. Éppen ezért felelősen egy nemzetállam akkor jár el, hogyha igyekszik minél szélesebb körben hazai érdekkörön belül kialakítani azokat a termelőkapacitásokat, amelyek az építőipar és egyáltalán a hasonló bérlakásprogramok, felújítási programok alapjául szolgálhatnak. Itt a nemzeti hatáskör alatt nem azt értem, hogy a kormány válasszon ki néhány oligarchát, és ők tulajdonolják a fontos bányákat és feldolgozó egységeket, hanem kimondottan arra gondolok, hogy az ellátási lánc legyen úgy megszervezve, hogy egy kormányzati elhatározást ne tudjon akadályozni az, ami egy vagy két kontinenssel arrébb történt, vagy ha befolyásolja valamennyire, akkor ne ilyen mélységben tegye mindazt. Azt látjuk tehát, hogy egészen más hozzáállásra lenne szükség a kormányzat részéről, és hogyha ezek az állami hátterű rendszerek létrejönnek, akkor bizony azoknak a munkaerő felszívó képessége is megalapozottá válik, így módon pedig, ha biztos megrendelések adódnak, talán a magyar mikro- és kis vállalkozások, vagy közepes méretű vállalkozások is könnyebben be tudnak szállni egy ilyen rendszerbe, hosszú távú, fix, stabil megrendelésekre számítva. Nagyon fontos az önrész kérdése. Nyilván hozzánk egy olyan modell áll a legközelebb, ahol egy minimális önrészt azért a polgárnak is le kell tennie az asztalra, de hogyha fejlesztések megvalósulnak és rengeteg energiát, rezsiköltséget spórolunk meg ezzel, akkor hosszú távon ugye az lehet a cél, hogy az állampolgárnak mindez ne kerüljön semmibe, spóroljon azáltal, hogy nagyon régóta halogatott fejlesztések létrejönnek, és azok megvalósulnak. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy több mint 700 ezer lakásról van szó, annak több mint 1 millió lakójáról, és mivel elképesztő lakásínség dúl az országban, itt egy fenntartható és valódi rezsicsökkentést jelentő megoldást lehetne alig 1-200 milliárd forintból elindítani, aztán nyilván érdemes megvizsgálni, hogy milyen széles körben, mennyi idő alatt lehetne akár mind a 700 ezer lakást felújítani. Nem szabad megállni ezzel a programmal, csak a panellakásoknál, nyilván a kádárkockáknak nevezett egységekre hasonló szisztémát kell kidolgozni. Mi úgy látjuk, hogy ez a következő 10 év egyik stratégiai és kulcsfeladata, éppen ezért a Mi Várunk névre elkeresztett lakhatási programunknak évek óta szerves részét képezi, és elvárjuk a kormánytól azt, hogy legalább álláspontja legyen a kérdésben. Köszönöm a figyelmet!